akkor már maga megmondja nekik. Hogy, hogy menjenek abba a jó büdös francba! A hallgatók panaszt tettek. Följelentettek engem! Engem! Már berúgva! Ez volt életem legjobb előadása, kitűnő voltam. Képzelve este a katedrálon. Ki fogják rúgni? Ki rúgni? Ha sokkal több kell. Erőszak, nemi, és nem csak a hallgatók. Istenem, ha magára nem gondol legalább, a hallgatóira gondolna. Na, minek? Minek? Nem hiszem, hogy vagy jó nekik, hogy maga kétszer leesik a katedrálon beszéd közben. De beszéltem, amikor leestem. És akkor is beszéltem, amikor felkeltem, egyetlen szótagot sem ulasztottam el. Miért kellett panaszt tenniük? Talán a maga érdekében tették. Vagy talán azért, hogy egy csomó málészájú szarházi. Aki akkor se ismerne fel egy köntőt, hogyha az orrát belevennék. Az asszonánc, mondtam, az asszonánc az, amikor nem rímel rendesen. Tudja, hogy néztek rám? Mert ugye kifosztottam volna Shakespeare-séggel. Jó. Magam ma nincs abban az állapotban, hogy órát tartson majd, de legközelebb nem szívesen. Nem mehet sehová! Mondom, hogy órát. Jó, bocsánat. Virágról, egy gyermek szemszögéből. Rossz a dolgozatom? Nem, az csak egy mentes. Ne legyen szubjektív. Szubjektív? Jó, ha ez egy igazi dolgozat lenne, hányas tudnám el? Igen. Kielest. Akkor meg mi a fene baja van vele? Nagyon divatos, nagyon modern felfogás a népkel kapcsolatban, csak hogy a maga gondolataiból nincs benne semmi. Talán azt akarja mondani, hogy a maga gondolataiból nincs benne semmi. Ezt akartam mondani? Frank, amikor én idejöttem, akkor maga nem árulta el nekem, hogy miről mit gondol. Hagyta, hogy saját nézeteim legyenek. És ma is nagyon nagyra tartom a nézeteit, csak hogy ezek nem a maga nézetei. De nekem is lehet véleményem. Nagyon remélem. Ez majd mit jelentsen? Óvatos. Hogy óvatos? Frank, azért, mert most már én is el tudok olvasni. Mert nem kell minden 5 percben magához rohangálnom. Azért én nem kell azt mondani, hogy legyek óvatos. Kitűnő! Ugyan már, Feg. A műfajon belül egész érdekes.
érdekes, de alig ha kitűnőség. Stay with it, baby. And that's all I ask of you. Szeretettel köszöntöm nézőinket, Szerdán estüdőben című műsorunkat látják. Ma esti beszélgető partnerem Szitás Barbara, színész rendező. Szeretettel köszöntelek. Én is téged, szervusz. A Miskolci Nemzeti Színháznál kezdődött a te pályafutásod, de hogy jutottál el Miskolcig? Hát ez egy érdekes történet. Én azelőtt életemben nem jártam Miskolcon, de a lábamat be nem tettem a városba, de tényleg. És én ismertem a Margita Jágit Budapestről, mert akkor már színész szerettem volna lenni, és akkor nem vettek fel az egyetem, vagyis akkor még főiskola, és jártam egy évet egy, hát ilyen délutáni iskola, a Dominó színpadon működött ez az iskola, és az Ági volt az egyik tanárunk, és egy csodálatos tanárok voltak egyébként, mert a Halász Judit, a Szakácsi Sándor, Margita Jági, tehát hogy olyan személyiségek, akiktől rengeteg mindent tudtunk tanulni, azon a szinten, ami ebből hasznos és ebből jó. És akkor felhívtam az Ágit, hogy hát akkor mit csináljak, mert nem sikerült. És akkor mondta, hogy akkor menjek le Miskolcra, mert hogy most indul egy új osztály. És akkor lementem, de úgy lementem Miskolcra, hogy elvileg ennek már ez utolsó pillanatban történt, hogy lett volna már korábban jelentkezni kellett volna. Sőt, noktacu, be kellett volna fizetni valami csekket, felvételi csekket, és még kötelező anyag is volt. Tehát, hogy én mindenből semmit. Csak mondta az Ági, hogy mit ez volt hétfőn, és talán kedden kellett lemenni, ajaj, tehát másnap, tehát, hogy ennyire hirtelen. Leutaztam Miskolc, azt hittem, sose érünk oda azzal a vonattal. És akkor ugye volt ez a felvételi, ahol nagyon sokan voltunk, és aztán meg volt határozva, hogy hány embert vehettek ide fel, és ötünket vettek fel végül is. És akkor az gyönyörű volt, mert akkor Hegyi Árpád Jutocsa volt az igazgató, és ő volt ott a főnök ott a döntőbizottságban nyilván. És akkor először mondta, hogy kötelező anyag, és mondtam, hogy az mi az? Tehát, hogy mondta, hogy jó. Akkor azt mondja, hogy lista, és akkor igazából annyira el voltam úgy keseredve, nem írok én listát majd, ami jól esik, azt mondom. És akkor, hát mondom, nem írtam. És akkor mondta, hogy akkor mondjon valamit. Tehát, hogy így indult. De hát végül is jól sikerült. Mit köszönhetsz a miskolci éveknek? Ó, hát nagyon sok mindent. Tehát igazából én ugye oda kerültem, hát semmit nem tudtam a színházról. Tehát, hogy hogyan működik a színház. Mert ott egy csomó olyan törvényszerűség van, meg olyan működési elv és szabály, amiről egyáltalán nem volt fogalmam. Tehát gyakorlatilag, és ezt azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy amíg az ember növendék és tanul, persze, de igazából akkor kezded el ténylegesen művelni ezt a pályát, hogy elkezdesz dolgozni, és elkezdesz játszani, és bekerülsz színházhoz, és bekerülsz társulatba, és előadásokba, és így egyre inkább haladsz előre, és fejlődsz, hogyha képes vagy rá, és ez csak így lehet. Tehát itt lehet megtanulni, és itt mindent megtanultunk. Tehát megtanultam értékelni a súgó munkáját, a kellékes munkáját, a mindenkiét, tehát, hogy ugyanolyan fontos és része egy előadásnak. A szakmával szembeni alázatot is meg lehet tanulni, azt így egy színházon keresztül? Anélkül nem lehet csinálni. Tehát, hogy anélkül persze lehet, de azt gondolom, hogy sokkal-sokkal több örömed van benne, hogyha alázattal vagy, és ezt kapod vissza a többiektől is, és akkor az nagyon jól tud működni. Kik voltak a mestereid Miskolcon? A mesterségtanárom volt a Telihai Péter, rendező, aki gyakorlatilag az alapokat, tehát úgy megtanultuk, annyira szerencsés találkozás volt az az öt ember és a Péter, hogy tudom, hogy az első éves vizsgán, év végén visszahallottuk, hogy mondták, hogy hát ezek levizsgáztak, be egy életre. Tehát, hogy ő úgy lefektette ezeket az alapokat, amire aztán lehetett építeni a többit. De tanított a Puskás Tivadar, Quintus Konrád. Tehát nagyon, nagyon jó tanárok voltak, akik nagyon figyeltek ránk. Ha egy kicsit visszamegyünk az időben, hogy jutottál el odáig egyáltalán, hogy a színész mesterség iránt elkezdtél érdeklődni? Vagy már te is az a tipikus színész sztori voltál, hogy gyerekkorodban már három évesen az óvodában tudtad, hogy ezt szeretnéd csinálni? Mert én egy nagyon jó kislány voltam, én a fazekasban jártam, általános iskolában, és csendes voltam, visszahúzódó, szófogadó, és akkor egyszer csak 14 éves koromban történt valami. Mindig elküldtek szavaló versenyre, mert jó voltam magyarból, sose nyertem semmit, nem történt semmi, és akkor valami 14 éves koromban történt, én magam se tudom, és akkor úgy megnyertem ezt a versenyt, meg azt a versenyt, és akkor úgy attól kezdve csak ez érdekelt, kizárólag ez, és valahogy ugye a személyiségemben is történt, nem törvényszerű 14 évesen, de nekem akkor történt egy olyan fajta változás, ami aztán már
ellenkezőleg. A család ehhez mit szólt? Tehát, hogy az addigi jó kislányból lett egy hatalmas változás. Család az nem örült. Elindult a színészi pálya felé. Család az nem örült, de volt egyébként színész a családban, két generációval korábban. Hát a család azt szólta, hogy jó, oké, de egy rendes diplomát is szerezzek, és el kellett végeznem a jogi egyetemet is. Miért pont a jogot? Hát oda vettek föl. Tehát Magyar Toriból felvételiztem, és felvettek rögtön. És akkor igazából a színészet, tehát ez a miskolci történet, ez akkor jött össze, amikor már másodéves voltam én a jogi egyetemen is. Úgyhogy utána párhuzamosan folyt ez a kettő. Volt valami értelme annak, hogy elvégezted a jogi egyetemet? Használtad valaha a diplomádat? Hát hogyne, szerintem az agyamat igencsak palléroztam, mert ott igen sok mindent kellett megtanulni, és akkor a memóriája fejlődött az embernek, ez mindenképpen. Szövegtanulás tekintetében ez később hasznosítható volt. De a jogban gondolom, hogy jogterületen egy percet nem dolgoztál. Tetszett. Miskolcon kik voltak azok, akikkel közel kerültél egymáshoz? Hát és így rá is tudom futni akkor egy témára tulajdonképpen, mert a Horváth Zsuzsa színésznő az első perctől, tehát én betettem a lábamat az épületbe, és ő nagyon-nagyon jó barátnőm és kolléganőm lett, ennek már 17 éve, és azóta többször dolgoztunk együtt, nagyon sokszor. Volt, hogy együtt játszottunk közös előadásban, nem is ott, hanem már mind a ketten eljöttünk Miskolcról, és akkor... És most is együtt dolgozunk még a Macskajátékban, amit én rendeztem, és játszom is benne, de csak picit, mert hogyha rendezem, akkor csak picit játszom. És a Zsuzsi játsza a főszerepet, az Orbánnét, és hát ez az előadás, ez egy nagyon szép széria sorozatot ért meg. Ezt a Gózon Gyula Kamara Színházban mutattuk be, de azóta a Veszprémi Petőfi Színházban is műsorra került, úgyhogy bemutató volt az évad utolsó bemutatója a Játékszínben. Mindenhol játszuk az országban. És már jövő őszre is van egy meghívásunk, bebérletezve egy vidéki színházban ugyanez az előadás, tehát ezt már 4 éve játsszuk, és azt gondolom, hogy ez tényleg szép sikernek mondható, és hogyha meg tudjuk tenni, akkor van egy kis pici bejátszás, pont egy olyan részt hoztam, ahol együtt játszunk a Zsuzsival, van egy közös jelenetünk, az Orbán és a lánya jelenete, és esetleg abba belepillanthatunk. Akkor következzen ez a rövid bejátszó a Macskajátékból. Te már ilyen korán lefeküdtél. Igen, korán kell lefeküdni, mert korán kell. Hát éppen erre jártam, nem akarom zavarni, fiam, de hagyj valami jó helyet, és altatunk, aztán mit sem vagyok. Aljustam, altatunk. Igen, nem tudok aludni. Hagyjál valamit, fiam, aztán megyek is. Józsi nincs itthon, és az összes orvosság a fiókjában van bezárva. Akkor ne tessék már megvárni. Telefonáltad a kórházból, beírták egy sürgős műtéthez, és késő éjszakáig nem tudom, hogy a műtét. Aljus, kérem, tessék, csak visszajön. Mi baja van az Aljusnak? Semmi. Hogy néz? Ahogy kinézni szoktam. És mitől olyan karikás a szemem? Máskor meg azt mondod, hogy miért festem a szemem. Mert a festett szem nagyon rossz látványosnak. Te is jobban tennék, ha festenél. Én kodrászos sem járom, pedig dolgozom reggeltől estig. Itthon mosom, mégis rendes a fejem. Egy fejkápuszta is azt hiszi magáról szép. Nem tudod, hogy az anyus egy maskarát csinál magából? Szerinted, aki elmúlt 61 éves, az csak tudja szedni, mint a halál? Anyus nem 61 múlt. Ez az a megjelenés, hogy bele van az összes alapziságot, egyszer mondom, hogy késő lesz, nagyon meg fogok látni. Nem fogom én ezt megvárni, hogy óvni akartam az anyámat a nevetségességtől. Kíváncsi, hogy kettő közül melyik nevetségesebb. Ki szerelmes Csemmény Viktorban? Én vagy az anyus? Te biztos nem. Itt a fülség nem lehet szerelmes. Nem egyik, hogy a fiatalságát megrontottam, én egész életemben csak jót kaptam tőle. Mindenki becsapott, és mindenkinek hazudott, és amit mindenki tud, csak az anyus nem akarja tudni. Hazudott csak azért, hogy a rossztól megoldom. Hazugságai kis hazugságok voltak, és amilyen nagy darab ember, olyan nagy hűség lakozik benne, és olyan nagy szív. Ezt egy 20 éves fiatal lány mondja, meghatódom a tiszta majításhoz. De ha egy öreg az ő szájában hallom, a rossz életében nem szívesen beszélek így, de hát... Csinálja, vagy kitől segítséget kértem semmi? Kitől kértél te segítséget? Minden nem sikerült. De mégis kitől szeretnéd tudni? Valakitől, akinek anyus hallgat. Micsoda? Te árulkodni mertél Lizának? Csak ismertettem a helyzetet. Egész életedben alamici voltál. Mit válaszol, mutasd? Nincs meg, eltéptem, hogy Józsi meg ne lássa. Mi van, nem mered el mutatni? Ha meg lenne, miért nem mered megmutatni? Mert téged Giza sem nagyon szeret. És ki szeretett az anyus ezen a mélysetülában? Miért?
Még téged is, amikor ilyen picike voltál. Mégis szoktatni sem volt hallani. Apád szigorúan megtiltott a hölgye volt a jelenben. Mit érdekelte Anista az apám? A gázolás után nem írtuk megtalálni. Ott voltam, amikor lehozták a műtőből. Talán akkor is a Viktoriával szórakozott. Rám nézett, aztán elvesztett az eszméletét. Miért kell, mert Anista saját emlékeire szembenézni? Újra kezdenénk, másodszor is minden ugyanígy csináltuk. Hogy érne a maga, hogy így volt szép. Stay with it, baby, and that's all I ask of you. Még egy kicsit visszatérve a miskolci évekre. Zsuzsa, akkor volt egy, akivel nagyon közel igen, kerültetek nagyon. Egymáshoz. Kitől mit tudtál tanulni az akkori társulatból? Hát ott akkor fantasztikus színészek és fantasztikus rendezők dolgoztak. Tehát igazából akkor olyan az ember, mint a szivacs. És akkor beültünk más előadás próbájára is. Tehát dolgozott ott a Zsótér, dolgozott ugye Telihai, aztán játszott még vendégként a Szervét Tibor, Kuna Karcsi, aki fantasztikus színész, tehát tőle azt a hihetetlen energiát, azt a hihetetlen odaadást, agyalást, gondolkodást, teljes szívemmel, lelkemmel az a feladat, amivel éppen dolgozom. De Pásztor Edinát is mindenképpen kéne említenem, aki egy egészen különleges, finom jelenség, és tőle azokat az apró, finom színpadi jelenléteket mindenképpen el lehetett lesni. És oda jöttek nagyon-nagyon nagy nevű vendég kollégák és rendezők. Tehát Lukács Andorral dolgoztam, második szerepem volt az Ahogy tetszikben a főbe, amit az Andor rendezett a nagy színpadon. Hát az egy fantasztikus próbaidőszak volt. Tehát lehet, hogy az előadás biztos volt sok hibája, meg biztos ma már nem úgy csinálnám, tehát valószínűleg nem annyira sikerült nyilván, hiszen az ember még olyan kezdő, de tudom, hogy a próbaidőszak az káprázatos volt, és éjszakánként próbáltunk fönt a tárgyalóban is. Tehát nagyon-nagyon sokat tanultam, és ugye mindent, tehát mindenfélét csináltunk. Klasszikusat is, vidámat is, zenéset is, tehát hogy tényleg minden műfajban, és az nagyon fontos volt, hogy mindenből azt, ami és akkor aztán, amiben te úgy érzed, hogy a leginkább megtalálod az utadat, aztán az úgy is megtalál. Mi hozott el a végén Miskolcra? Azt hozott el, hogy volt ott egy helyzet véletlenül, én beszélek több nyelven, és akkor jött egy amerikai rendező a 12 dühös ember című darabot rendezni, aki csak angolul beszélt, tehát magyarul nyilván nem, és akkor megkérdezte az igazgatom, Jutocsa, hogy elvállalnám-e, hogy ilyen társrendező leszek mellette, és ugye mindent fordítok, és akkor adom az instrukciót a kollégáknak, és akkor azt mondtam rögtön, igen. És akkor hazamentem, és hogy leültem ott, hogy az egy kicsit merész vállalás volt, mert tudok én annyira angolul, tehát gyakorlatilag itt csak beszélnek. Tehát itt nem szól közben a zene, meg nem történnek vicces dolgok, hanem beszélnek. De hát aztán tulajdonképpen olyan jól sikerült, és olyan jól működött, csupa férfi, isteni volt, egyetlen nő voltam, tehát remek volt, hogy be is választották az előadást a posztra, Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramjába. És akkor azt gondoltam, hogy amellett, hogy játszom, és imádok játszani mindenfélét, én rendeznék is. És akkor indult a Színművészeti Egyetem, akkor már egyetem volt, egy osztály, dramaturg színházrendezőként indították, aztán végül is dramaturg felé vitték el, de én csak rendeztem az összes gyakorlatomat az első perctől, és megpróbáltam, és felvettek. És ez egy nappali tagozat volt, tehát, hogy az első évet még úgy csináltam, hogy így ingáztam Miskolc és Budapest között. Egyébként budapesti vagyok, tehát nehéz volt, hogy nem itt voltam hosszú ideig, és csak néha. És első évben így, és aztán második évtől, hát mondtam, hogy azért ezt így nem nagyon lehet. És akkor eljöttem, szabadúszó vagyok azóta is. Úgyhogy igazából ez hozott el Miskolcról. Az egyetemi évek alatt játszottál azért színházban? Folyamatosan játszottam, folyamatosan. Tehát, hogy tudtam, hogy muszáj, tehát folytatni azt a munkát is, mert ugye hát kiesni nem nagyon lehet manapság. Milyen szerepek voltak, amik mondjuk emlékezetesek a pályádon? Hát az első felnőtt szerepemmel rögtön, ami egy Fassbinder dráma volt, a Petra von Kant keserű könnyei, amit a Margita Jágival játszottam, tehát milyen a sors, és azzal rögtön legjobb pályakezdőt nyertem az Országos Színházi Találkozón, az még pont a poszt, tehát a Pécs előtti utolsó Győrben volt az, egy néma szereppel. Tehát, hogy
végig bent vagyok, nem vidám történet, és egy szót sem szólok. És ezzel nyertem egy díjat, aminek nagyon örültem. Ezt én nagyon-nagyon szerettem játszani. Most is eljátszanám bármikor. Tehát az nagyon-nagyon fontos volt, és nagyon megtalált. Nagyon fura lehet végigülni úgy egy előadást, hogy részese vagy, de mégsem szólalsz meg. A szó és a beszéd az az egyik kifejezési eszköz, de az is abból jön, hogy mit gondol és mit érez az ember és az a szereplő abban a pillanatban. Tehát én ugyanúgy, amikor ezt a szerepet játszottam, nekem meg volt írva egy saját belső monológom az elejétől a végéig, amit én bent közben folyamatosan mondtam. És minden látszik. Tehát a hát szemeden... Hogy az arcodra ki kell, hogy üljön az, amit belül gondolsz. Az minden látszik, a legkisebb rezdülés. Úgyhogy ez tulajdonképpen ugyanaz, csak éppenséggel nem szólaltam meg, mert nem volt miért, de egy ugyanolyan belső monológ zajlott végig. Egy ilyen szerepre ugyanúgy kell készülni, mint amikor élőben, élesben mondod a monológot? Hát egészen más, de tulajdonképpen sok szempontból még fárasztóbb is, tehát egy másfajta koncentrációt igényel, de hogyne. Szóval emlékszem, hogy az egyik kolléganő az olvasópróbára, amikor mentünk, na, én teljes szövegtudással érkeztem az olvasópróbára, vicceltünk, de tényleg, szóval, hogy itt a borzasztó fontos a kisugárzás és a jelenlét, ami egyébként is alapvetően. Hát hiszen a néző onnan fogja látni, hogy mi zajlik benned, hogyha ránéz az arcodra. Igen, meg hát ugye fontos, hogy olyat kapj meg, vagy olyan találjon meg, ami benned van. És akkor azt kibányászod. És ez is egy nagyon szép ajándéka a sorsnak, hogy amikor még lent voltam Miskolcon, akkor ment az üvegcipő, Molnár Ferenc üvegcipő, és én tudtam, hogy a Keccel Ilona az én szerepem. Tehát, hogy, és nem én játszottam természetesen, és az akkor nagyon nem rosszul esett jól. Esett, bántott? Igen, mert éreztem, hogy az enyém. És aztán még volt egy helyzet, ahol játszottam volna a fösvényben a fösvény lányát, és aztán végül nem én játszottam, és mindenhez összetartozik ez az egész történet, hogy a Kakukkfészket viszont játszottuk, abban játszottam az egyik nővért, és eredetileg úgy volt, hogy a Dörner György fogja játszani a McMurphy-t, és azt mondtam, hogy wow, és aztán végül is nem ő játszotta, mindenféle körülmények miatt biztosan, és ahogy eljöttem Miskolcról, az első szerep, amivel felhívtak, az a fösvényben volt az Elise, úgyhogy a Dörner György volt a harpagon. Tehát, hogy ez gyönyörű. És ennél a társulatnál, aztán a Forrás Színháznál eljátszottam 2-3 év múlva a Keccel Ilonát az üvegcipőben. És... A fösvény Tündér Ilona. És milyen szerepek vannak még? Játszottál az Isten pénzébe is a Miskolcban. Igen, játszottam. Az is egy szép történet. Az első musical szerepem volt, úgymond. És a második előadáson nyíltörésem volt a színpadon. 2 ujjam tört el. Az hogy sikerült? Hát rám esett a díszlet, tehát így a vas, amit így fel kellett húzni, és úgy kijönni a színpad alól, és ez így rácsapott a kezemre. Tehát az gyönyörű volt, de nagyon szerettem játszani, mert én nagyon szeretek énekelni, és az úgy megtalálta, Nagy Viktor rendezte, és nagyon élveztem. Nagyon legjobb szám volt a darab, egy rap szám, tehát állati siker volt, állati siker. És hát igazából mostanában a drámai szerepek találnak meg. Ez is ilyen furcsa, hogy most úgy látszik ez a korszak, vagy ezt vonzom be. És ami most az egyik legfontosabb, az egy monodráma, amit játszom, amit tavaly mutattunk be, a Pálos Zsuzsával ketten dolgoztunk az előadáson. Madács Imre özvegyének, Fráter Erzsébetnek az utolsó órái a Dili házban, amikor gyakorlatilag az egész életét végigéli. És hát ez ugye egyrészt maga az alak és a téma sem egy egyszerű, és hát ugye egy magad a színpadon, az borzasztóan nagy kihívás, hogy le tudod-e úgy kötni a nézőt. Vannak különböző hangeffektek, meg tehát vetítések, ami megsegíti, de hát ez egy borzalmasan nagy kihívás. És azt is úgy kezdtem, hogy meg tudom én ezt csinálni? Mert hogy ez tényleg nagyon nagy feladat, és ez pont egy olyan szerep, amiben nagyon sok mindent meg tudsz mutatni, hogy hol tartasz lelkileg, művészileg, nőként, mindenféle szempontból, és ez most is megy még, tehát ezt hála Isten játszom továbbra is. Van vele meghívásunk is, meghívták a Latinovics Diákszínpadra is, meg Győrbe is az előadást. Hát hiszen Madács év volt, tehát hogy még aktuális is, és fiataloknak is, hiszen olyan aspektusból világítja meg akár a Madácsnak a személyiségét, a tragédia keletkezését, és azt az egész kort, amit
nem valószínű, hogy úgy tanulnak az iskolában. Monodrámát játszani talán azért lehet a legnehezebb feladat, mert ott testedet, lelkedet ki kell raknod a néző elé, és nincs ki mögé elbújni. Nincs bizony, és nem segít senki, magadra vagy utalva, és a saját erődre, és a saját személyiségedre. Mi történik akkor, hogyha éppen aznap úgy kelsz fel, mert mindenkinél van ilyen, hogy ma nem vagyok abban a formában, és nem biztos, hogy igen, volt olyan, fog sikerülni. Ott olyan fáradt voltam, hogy mondom, Jézusom. De valahogy, tehát hogyha elkezdődik ez a dolog, és érzed a nézőknek, mert hihetetlen, tehát azt kell mondjam, hogy eddig minden előadáson döbbenetes figyelem, és egy pici színpadon egész közel vannak a nézők, tehát annyira lehet érzékelni, hogy csodálatos érzés. És az rögtön feletteti. Tehát abban a pillanatban elkezdődik, és mintha elfújták volna. Ez lett volna a második kérdésem, hiszen egy monodrámát nem tudok elképzelni egy óriási színpadon, ahol több száz néző ül, mert pici nem színpad. Tudod eljutatni ugyanazt az üzenetet, nem, csak úgy, hogyha megvan az intim közelség. Igen, hát ehhez mindenképpen. Én egyébként is azt szeretem inkább, amikor közel vannak a nézők. Mert ilyenkor figyeled az arcokat közben? Nem, én sose szoktam. Nem szoktam kinézni egyáltalán. Hát speciális eset, hogyha olyan darab van, hogy ugye kiszólunk a nézőkhöz, az meg imás, de egyébként sose. De egyébként is azt szeretem, tehát amikor közel vannak a nézők, a stúdió előadásokat, mert ott nem lehet hazudni. Egy nagy színpad az egészen más, ugye. Mások a törvényszerűségek, másként működnek a szabályok, ahogy kell játszani, hiszen messze vannak, muszáj, egy picit felnagyítva, de egy ilyen közegben a legőszintébben kell megnyilvánulni, és mindig az a legerősebb, és mindig azt tapasztalom a nézőnél, hogy ami az emberi, és ami ott annak az embernek a szemében és a lelkében ott előtte lezajlik, annál nincs erősebb semmi. Mit gondolsz, hogy miért pont a drámai szerepek azok, amik megtalálnak, azon kívül, hogy bevonzod? Nem tudom, hát ezek korszakok. Volt olyan, amikor játszottam sok mesedarabot, meg vidámat. Tehát az talán, hogy ahogy fejlődik az ember, meg változik a lelke, hát hiszen ezzel mindannyian úgy vagyunk, és akkor különböző korszakokat él meg, és valahogy ezek biztos ilyen, nem tudom, milyen erők, amik dolgoznak, és hát talán ezért. Meg ha választok, mondjuk jó esetben, amivel foglalkoznék, mint rendező, akkor is elsősorban azért a komolyabb dolgot választom. És a zenés darabok? Imádok énekelni, azt viszont nagyon szeretem, mert az megint egy más. Amikor már nem beszélünk, mikor már énekelni kell, tehát az meg egy olyan állapot, amitől repkedsz. De esetleg, hogyha erről ennyit beszéltünk, akkor egy picit talán egy-két perccel hosszabb, egy ilyen összefüggő betapot bejátszhatnánk a Lidércfényből is. Ez a monodráma címe, hogy Lidércfény, és azért ez a címe, mert Madách Imre így becézte a feleségét, az első feleségét, akitől a három gyermeke született, hogy Lidércke, és ezért ez a címe a darabnak. Hát ezt mindenféleképpen mutassuk meg a nézőknek, hiszen azt hiszem, hogy a vívódásaidat érdemes megnézni a színpadon. Remélem. Lássuk. Nem akarta a nagyasszony a mi egybeszövődésünket. Ezért kellett nekünk majd, hogy nem titokban egybe kerülünk a kis Csécsei templomban. Ilyen volt már az elején, amikor még el sem kezdődött a mi szépséges életünk. Egy király tanácsos fia, a nagyasszony reménye, virága, ölbeli kedvence, ilyen esküvővel, ilyen keseredetten, ennyi szép magunk reményével, így egyedül maradni ebben a világban. Szabad élekkel szárni abba aztán. Jól fordult minden csesztén. Mondogattam is magamban. Elsi, ez így van jó. Minden úgy van jól, ahogy majd én annak vagyok. De nem jött oda 7 évig. Végig nem jött. Egyszer nem nézte meg az unokáit a 7 év alatt. És mégis szép volt minden a fejét virágú színpapákkal. Ha cseszbe jössz, akkor még nem mondott rá senki semmi rosszat, de csak előkedek azon, hogy csak nevettem. Amikor Stregovár jártál az anyádnál, szomták Palival, azt mondtad, hogy itt van a Pali, nősülés előtt áll, elveszi a fráteresit. Így mondtad anyádnak, hogy kipróbált. Csak nem olyan bolond, az olyan lányt, az nem veszi el az ember. Az olyan lánynak csak úgy udvarol. Nevettem, a kesem is lettem ettől. És abban a kis hajtítsbe, és hogy belemarkoltak mindjárt, mert ebben a Palina vagytam, ami neked is még másnak, mert ez olyan óriási dolog lett volna, csak álmodtam, csak nevettem. De
Istenem, csak meghittad azt a levelet az édesanyámnak. És ha megy a Mári találkozókat is, csak a Panival mertem megbeszélni. Akkor én már ott értem Csécsén, a nagybátyáméknak. Özvegyapámtól ők vittek magukhoz Biharból Nógrádba, és mondták, hogy lesz az a nagy-nagy megyevár. Biharban én minden máron itt voltam, mert az én apám minden ember volt. Az én apám szerette a minden rongó embereket, szerette az életet. Az én apám az nem írt verseket, azt szerette volna, hogy dáma legyek, társaságot tanuljak. Biharban meg egyszerűbben ért mindenki, elküldött tehát Biharból Nógrádba, Klára nénémhez, a dombok közé. És akkor már ott értem, hogy mondták, hogy lesz az a nagy-nagy megyevált. Mondta is Klára nénét, menjél lányom, menjél szépen, szórakozz, viselkedj illetően, ahogy illik. Menjél lányom, szórakozz! És voltak sokan akkor is, akik elkísértek. Mert kísérlet nélkül nem lehetett. Kísérlet nélkül senkinek sem lehetett. És elmentünk. Kicsit térjünk át a rendezéseidre. Amikor elkezdtél tanulni rendezőnek, akkor hogy gondoltad, hogy na, innentől csak a rendezés fog létezni számomra, és a színészi pálya egy másodlagos lesz, vagy egyből tudtad azt, hogy párhuzamosan szeretnéd a kettőt csinálni? Párhuzamosan a kettőt. És ez azért is van talán így, mert színészként az ember néha nem kapja meg azt a segítséget a rendezőtől, amire vágyna. Tehát valahogy lehet, hogy jobban érzem, hogy én mit szeretnék hallani, mi az, ami segítene nekem. És azért valahogy egyértelműen párhuzamosan működik a kettő. Akiket rendezel kollégák, mit mondanak, hogy ez egy pozitívum azért, hogy színészből lett rendező, rendezi őket, mert jobban átérzed az ő helyzetet? Ezt tőlük kéne megkérdezni, de lekopogom, eddig tulajdonképpen minden kollega, akivel így ilyen formában dolgoztam, szeretett velem dolgozni. Milyen darabok kerültek eddig a kezed alá rendezőként? Sok minden. Nagyon sok minden. Nagyon szeretem Őrkényt, tehát a Macskajáték után én a Kulcskeresőket is megcsináltam. Abban játszottam egyébként a Katinkát, ami nagy szerep, de nem így indult. Tehát nem én kezdtem el próbálni, csak el kellett tolni a premiért, és akkor átvettem. Tehát Őrkényt imádom, azt is megcsináltam. Posgai Zsoltnak a Törődj a kerttel című darabját megrendeztem. Aztán megrendeztem a Roberto Atadi nevű kortárs brazil írónak a Margarida asszony című monodrámáját. Sztárek Andrával a főszerepben, voltunk a Nemzetközi Monodráma Fesztiválon is, ami az utolsó volt Egerben, meghívták, ott is jártunk. Azután egy kortárs osztrák darabot rendeztem, amit én németül olvastam először. Ez egy kétszereplőssé, nagyon aktuális fiatal lánynak a bulémia, anorexia, lelki problémák, és Pálos Zsuzsi és Kakasi Dóri játszották ezt a darabot. Jéggyerek volt a címe, ez is egy kortárs, szeretem a kortársat, amit még senki se csinált. A nézők mennyire vevők a kortársra? Hát abszolút, abszolút. Olyannyira, hogy a legutolsó, ezt követte a Rita választás, Rita's End, én adtam ezt a címet című darab, ami egy picit vidámabb, de bulvárnak mondható, de igényes bulvár, tehát picit sírunk, picit nevetünk, ami egy kétszereplős, egy híres film volt belőle annó, és aztán most legutolsó pedig egy kortárs lengyel dráma volt, amit rendeztem, a Helver éjszakája, az a címe, tehát egy abszolút az egyik legkultabb darabként Lengyelországban, és sajnos nagyon aktuális, és a nézők borzasztóan veszik. Hát igen. Ez egy
retardált, 5 éves szinten levő, érzelmi szinten levő fiú, és egy asszonynak az életébe kukucskálunk bele, egy olyan meghatározhatatlan városban, ahol a másság, ahol a picit kevesebb pozitívummal vagy hátránnyal levőség, igen nagy hátrány, és gyakorlatilag mindenki az, aki más, az dögöljön meg. És amikor a hatalom olyan mértékben bemászik az életedbe, amikor nem tudsz menekülni, és egyre borzalmasabban érzed magadat, és nem tudsz segíteni, pláne azon, aki egy ilyen helyzetben van, és a mérhetetlen szeretetről is szól ez a darab, mert ez a két ember imádja egymást, de sajnos ez nagyon aktuális, és minden nap aktuálisabb ez a darab. És úgy hat a nézőkre, hogy tudom, a premiéren így besüllyedtek a székbe, de tényleg, szóval, hogy lehetett érzékelni, hogy így megállt a levegő. Pont ez lett volna a kérdésem, hogy az előadás után ilyenkor kiszoktál-e szökni a nézők közé, hogy lásd az arcokat, hiszen... Hát sokszor ugye ismerősök is jönnek, meg kollégák, és hát velük természetesen, hogy muszáj beszélni, úgyhogy mindig. De van, hogy oda jönnek a nézők, tehát olyan is volt, és az meg csodálatos, hogy teljesen ismeretlen néző odajön, és bemutatkozik, és mondja, hogy hát, hogy ezért, meg azért. És tulajdonképpen ez a legnagyobb ajándék, mert hát a nézőknek játszunk. És rendezőként megélni ilyen témákat, ami azért tényleg mindennapi téma, tényleg azt kell mondjam, viszont kőkemény kihívás. És két Igen. ember életét beleültetni, két művész életébe, összecsatlakoztatni, mennyire nehéz? Mennyire kell ehhez neked úgy felkelni, hogy na most biztos, hogy minden 100%-ig ott lesz, hiszen rajtad, mint rendezőn ugyanannyi múlik, hát mint a színészeken. Hát ez is olyan, hogy ez is változó. Tehát ugye van egy próba folyamat, és van, amikor ilyen egy próba, olyan egy próba, ez erre jó, ez arra jó. Tehát, hogyha figyelünk egymásra, és hiszen mindenki egy érzékeny művészember, akkor erre úgy nem lehet felkészülni. Tehát azt tudom, hogy tartunk valahol, és építkezünk, és egymásból építkezünk, és akkor biztos, hogy működik. Természetesen van nagyon fontos, hogy tudja az ember, mit akar mondani azzal a történettel, mi az, ami köré felfűzi, és aztán számos megoldás megnézünk, és aztán megszületik valami, és jó esetben működik. Mennyire vagy saját magaddal szemben elvárásokkal teli? Maximalista vagy? Én abszolút maximalista vagyok, és mindent úgy kezdek, hogy Úristen, hát hogy fog ez menni? Tehát, hogy gyakorlatilag mindig a nulláról kezdem, mindig, bármilyen vonatkozásban. Ugye nem is tudom, hogy lesz ez, meg tudom én ezt csinálni? És aztán mi a helyzet a premiérekkel? Premiért nem szeretem. Miért nem? Nem igazán szeretem, mert akkor mindenki a legjobbat akarja kihozni, és biztos, hogy nem úgy sikerül. Tehát, hogy sokkal inkább, amikor már 8.-10. előadás, amikor már az az idegfeszültség, meg az a görcs, meg az a feszkó lement, és akkor már mindenki megtalálja pontosan azt a mesdjét, és addigra összeérik, addigra elér, mert a premierre úgy sosincs kész a dolog, tehát azt sokkal, sokkal jobban szeretem. De hát a premier egy szükséges rossz, ami mindig van, mert meg kell legyen, és utána aztán alakul. Vannak babonáid? Igen, vannak babonáim. Például én mindig, mondjuk ez ilyen nagyon fontos nekem, fogatmosok előadás előtt, tehát ez nekem nagyon fontos babonám, meg hogy teszek föl illatot, az is nagyon fontos, hogy az mindig legyen, meg van egy kis macim, ami mindig jön velem előadásra, és azon egy kalap van, amit még a Miskolci Nemzeti Színházban vart Olgi néni öltöztető, akit imádok, és innen is millió puszit küldök neki, és ezt a Fehér Gyuritól kaptam, az egyik premiéremre, aki nekem tulajdonképpen a legfontosabb volt a pályám elején, és gyakorlatilag én azt mondom, hogy neki és annak a próba folyamatnak köszönhető, hogy végül is színész lett belőle, mert nem a 3 év tanulásnak, nem annak. És ez a Maci mindig jön velem előadásra. Illetve annak is köszönhető, hogy színész lett belőle, hogy elhatároztad, hogy ezt szeretnéd csinálni. Hát rengeteg harc és rengeteg küzdelem, tehát ha az ember szeretne valamit, azért tenni kell, és az nem hullik az ölébe. Az életben mindig ilyen karakán és harcos voltál? Bármiről legyen szó? Igen. Igen. Ez megkönnyíti a dolgodat, vagy megnehezíti? Nem, megnehezíti. Megnehezíti, megnehezíti, hogy nem tudom tartani a számot sok esetben, amikor kéne, és akkor megmondom, és aztán rájövök, hogy nem kellett volna. És akkor esetleg, ha beszéltünk a rendezésekről, akkor talán ebből a legutóbbiból, a Helverből egy kis részletet bejátszhatunk. Lássuk. Apró, te mi sorsz? Mindig csak én vagyok. A Pintvész.
Öt koronát adott nekem! Egy egész öt koronás! Csak hogy én most már mindent megtanultam, tudod? Mindent! Tudom, tudom. Nem egy semmit az én világból. Felicsegyem tényleg, jó? Én akartalak, csak nem tudsz megjegyezni semmit. Semmit az én világban. Semmit az én világban. Képéseket, meg képes rejtvényeket. Most figyelj arra a bácsira, hallod? Igen. Nehogy rászegyenek, hallod? És nem mond semmit. Nem mond semmit. És gondolkodj! Gondolkodj! Nehogy rászegyenek. Nehogy rászegyenek. Tudod, mi van? Nagyon-nagyon sokrétű a pályád, mert az, hogy színészet egy dolog, rendezel még egy igen. dolog, de azért a szinkronban is elő szoktál fordulni. Igen, szinkronizálok is, valóban elég sokat szinkronizálok, és van, amikor nagyon jó, és nagyon élvezem, és hát vannak kevésbé
élvezhető munkák, de hát az az igazság, hogy senki sincs olyan helyzetben, hogy bármire azt mondja, hogy na, én ezt nem. Úgyhogy ott is szoktam, és van, amit ott nagyon szeretek csinálni. Mi az, amit nagyon szeretsz, és mi az, amit kevésbé? Például én a Mohács Emilnél nagyon sokat dolgoztam, sajnos ő most már nem dolgozik, nem olyan régen. Ott például csináltunk egy díjnyertes filmet egy kábítószeres lányról, és én voltam a főszereplő. Az effektív annyira kimerített, mintha játszottam volna azt a szerepet, vagy nem is tudom, vagy ehhez hasonló, mert annyira komoly volt, meg annyira bele kellett menni ahhoz, hogy az olyan legyen. Azt imádtam csinálni. De a rajzfilmet is nagyon szeretem csinálni, mert ott embertelen hangokon lehet beszélni, úgyhogy azt is nagyon szeretem, ha vannak rajzfilmek. Egy szinkron szerepre ugyanúgy készülsz, mint egy színpadi szerepre? Nem. Hát azt tulajdonképpen ott látja az ember, és ott szembesül vele. De hát azt gondolom, hogy aki színész, az rögtön úgy áll a mikrofonhoz. Tehát azért mögé teszi a személyiségét, a lelkét, vagy a hangjának a rezdüléseit, azt lehet hallani. Volt olyan szinkronod, amit visszanéztél utólag, és azt mondtad, hogy ez mégse az lett, amire te gondoltál? De hogy nem szeretem hallgatni magamat, de néha rajta kapom, valahol megy, Jézusom, ez én vagyok. De hát volt, amire azt mondtam, hogy de fura, de úgy nagyon nem voltam megrettenve egyiktől sem. És akkor volt, amire azt mondtam, hogy nem is gondoltam, hogy azt hittem, ez sokkal rosszabb lett, mert van, hogy idősebb szerepet osztanak rám, mint a korom. Mert rájöttek, hogy akkor tudok mélyíteni, vagy valami, és az olyan fura. De azt, hogy megnézem utólag, például volt ilyen, egy hosszú sorozatot csináltam ráadásul, és azt mondtam, hogy hát tulajdonképpen nem rossz. Tehát hogy azt hittem, hogy úristen, ez milyen lehet. De aztán... Azt mondod, hogy nem szereted visszahallgatni magad, és nem. Visszanézni egyes előadásokat? Néha nagyon hasznos. Néha rászánom magam, de ritkán. De tényleg hasznos, mert akkor az ember külső rögtön látja. És hogyha te rendezel valamit, akkor a színészekkel vissza szoktad nézetni? Vagy visszanézitek együtt, hogy mit szeretném másképpen? Nem, de én borzalmas vagyok, ha rendezek, mert utána, ha megtettem, minden előadáson ott vagyok és jegyzetelek. És akkor kérem ezt, meg azt, meg amazt, ahogy változik az előadás, és nem mehetünk el az erdőbe se, és akkor bizony kemmű, tehát hogy követelem a dolgot. De megmagyarázom, hogy miért. És akkor, ha megbeszéljük, és ha igazam van, azt mondja, hogy jó, oké. És ha valamit mondasz, megnézzük. Annak úgy kell lennie? Nem biztos, nem feltétlenül, nem, dehogy nem. Nem, hát amíg próbálunk, csak a kollégából indulhatok ki. Tehát hiába akarok én valamit, hogyha az belőle nem jön, és nem az lesz, és nem őszinte, akkor felejtsük el. És abszolút ő is, akkor abból lesz egy őszinte dolog, csak is. Hogy éled meg a bakit a színpadon? Mint színészként, mint hogyha rendezőként őszkénés látod, hogy baki történt. Az muszáj úgy, mintha mi se történt volna, mert a néző nem tudja, hogy baki történt, csak mi tudjuk. Tovább megyünk, kész. Szerepeltél filmsorozatban is, napi sorozatban hát, is. Hát ilyen, tehát egy, úgy értem, hogy egy történet volt, igenis. Hát ott az egy nagy szerep volt, ami... Ez mennyire volt számodra kihívás? Mennyire abszolút, volt érdekesség abszolút, a film? Abszolút, mert még a büdös életben nem csináltam ekkorát, és ugye egy film forgatás, meg egy film egészen más. Tehát másként működsz, ott nincs egy próbafolyamat, rákészülsz, megérik benned, gomnyomás, kész, csináld. Úgyhogy az teljesen másfajta koncentrációt igényel, és rengeteg egyéb mindenre kell figyelni, a jelbe állsz, a minden. És ez nekem először volt ilyen nagyobb feladat, úgyhogy igen, gondoltam is, hogy mint. De aztán végül is megoldottuk. Mennyi idő felkészülésed van ilyenkor egy-egy filmszerepre? Nagyon kevés. Hát jó, megkapod a szöveget, megkapod. Megkapod a szövegkönyvet? Azt időben megkapod, de azt akkor amikor már mész, akkor azt átolcettik kell tudni. És ott meg semmi. Ott átállunk, mehet. Halandzsázni nincs idő. Nem annyira. Nem hogyha annyira. Választanod kéne hosszú távon, hogy színpadrendezés vagy film? Színpad. Abszolút. Mik a tervek az elkövetkezendő időszakra? A tervek, az abszolút új tervek, tehát a felújítások. Most egyébként pont ma megyek még próbálni, mert hétvégén már játszom a Térszínházban, játszom egy nagyon szép szerepet, egy főszerep. A Csurka utolsó darabjában, de ez egy nagyon szép szerep, amit én játszom. Úgyhogy az folyamatosan megy továbbra is, ez tavalyi felkérés volt, tavalyi bemutató, tavalyi évad, úgy értem. De a macskajáték felújítás is lesz, az is egy dolog, meg a monodrámám is, tehát ezek vannak. De ami újdonság, az Igó Évával ketten játszunk egy előadást, illetőleg a Marton Mária írónőnek a Kettős Vallomás című verses kötete, ami egy abszolút női versek, szabad versek. Mi ebből állítottunk össze egy felvonásnyi, előadásnyi anyagot, fiatalkori, idősebbkori énje, ami előadásszerűen zenével,
és Kettős vallomás lesz a címe, és ezt az Igó Évával ketten fogjuk játszani. Már tanuljuk a szöveget, és ezt október 18-a után kezdjük el intenzíven próbálni. És utána pedig a Vég Péterrel fogok játszani egy kétszereplős darabot, aminek az a címe, hogy Valaha Szent Michelben, és Túróci Kati az írónő, egy nagyon groteszk, abszurd, amit imádok, és rengeteg szerepet kell benne eljátszani, és egy egészen csavaros, érdekes, nagyon-nagyon érdekes történet, és ketten vagyunk végig a színpadon, és az lesz a következő, azt is most kezdjük el próbálni, és van egy felkérésem, végre egy valami vidám, egy zenés szerepre, egy zenés vígjáték, szóval vidám darab, amit még nem is tudom a szerepet, de úgy megörültem neki, hogy végre játszom valami vidámat, úgyhogy ezek lesznek az újak. Habitusodból tekintve azért egy elég vidám személyiség vagy. Nem szokott megviselni azt, hogy ennyi skorpió drámát játszol? De nagyon, de skorpió vagyok, tehát én otthon magamnak el vagyok, kis lelkemmel. De mindig azt gondolom, hogy nem tartozik másra, tehát nem terhelek én mást a saját bajommal, meg ott van a színpad, és ott kiélem. Abszolút. Ha már egy kicsit az otthon szóba került, nem fogunk vájkálni, és nem fogunk bulvár témákat emlegetni, de azért kíváncsi lennék, hogy magánemberként mi az, ami belefér az idődbe, amikor nem színpad van, és nem rendezés? Nagyon sok minden belefér mindenki életébe, azt gondolom. Amire amit szeretnénk, szeretne. Arra van időnk. Hát én rengeteget mozgok, én minden nap mozgok, tehát olyan nincs, hogy nem mozgok. Úgyhogy azt feltétlenül. Ugye hát szinkron is belefér, meg ugye imádok olvasni, tehát én egyáltalán nem tévézek például. Nem kapcsolom be a tévét, tehát inkább olvasok, vagy inkább zenét hallgatok. Egyszerűen nem vonz. Meg hát nagyon szeretek sétálni, tehát anyukám mindig azt mondja, hogy kilométer hiányom van, mert borzalmasan sokat sétálok, vagy kocsival meg, vagy a lábaimon. És akkor rengeteget gyalogolok. Említetted a zenét. Milyen stílusú zene az, amit mindenféleképpen meghallgatsz, hogy mindenevő vagy? Hát nem mindenevő vagyok, de modernet mondjak, vagy kevésbé amit modernet? Amit szeretnél, amit hallgatsz. Tehát például Jan Tiersent nagyon szeretem, az ő zenéjét, vagy a Carl Jenkinst is nagyon szeretem, így az abszolút kortársak közül, de a jazzt is nagyon szeretem, és az operát. És Puccini, tehát Puccini a kedvencem, és a Pillangó kisasszony konkrétan. Amikor mondjuk egy-egy szerepre készülsz, akkor mennyire fér meg mellette mondjuk a zenehallgatás? Mert van, aki ez inspirál, van, aki meg biztos, nagyon hogy inspirál, minden, engem nagyon, sőt, kifejezetten. Volt olyan szerep, amikor effektív bevittem előadás előtt, és hallgattam azt a zenét, ami engem rásegített arra. Még ilyen is volt mindenképpen. Megvannak azok a stílusok? Tehát mondjuk, hogy egy drámarendezéshez inkább csak operát lehet hallgatni, egy könnyedebb darabhoz inkább jazz. Nem biztos, nem? Mert lehet, hogy pont menjünk ellen a történetnek. Tehát, hogyha valami nagyon mély és valami nagyon megrázóba vagy benne, amivel foglalkozol, akkor éppen az inspirál téged, hogy egy kicsit könnyedebbet hallgatsz, és attól lesznek olyan intuícióid és olyan gondolataid, ami azt megsegíti. Tehát nem feltétlenül. Hogyha kívánnod kéne magadnak valamit az elkövetkezendő időszakra, akkor mi lenne az? Szakmailag vagy magánéletileg? Ahogy szeretnéd. Húha. A kérdés nyitott. Húha. Ez váratlan kérdés, mert ezen nem is gondolkodtam igazából. Szeretnék eljutni a Taj Mahalra. Miért amíg oda? Élek egyszer. Mert az valami gyönyörűség, és nem egyedül, hanem a szerelmemmel. Tehát ez így nagyon nagy vágyam. És szakmailag? Szakmailag? Hát szeretnék mindig úgy dolgozni, és olyanokkal, akiktől tanulhatok, akikkel jól érzem magam, és olyan előadás, és olyan művészi munka születik, ami minden szempontból megérinti a nézőket, és szakmailag is nagyon rendben van, és mindenki boldog attól, hogy abban részt vehet. És az egy kegyelmi állapot. Tehát teljesen mindegy, hogy mi, vidám, nem vidám, csak ilyenek legyenek, ugye az összetevők. És sok ilyen legyen. Ez legyen a többség. Én azt kívánom neked, Barbara, hogy ez így történjen, ahogy kívántad. Köszönöm szépen. És az elkövetkezendő időszakhoz meg nagy kalappal. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nézőinknek megköszönöm egész estés figyelmüket, ne feledjék, jövő héten is várom Önöket szerdán, estidőben. Viszontlátásra!
baby, and that's all I ask of you.